akkor is működik el. Nos, én azért én kezdtem, mert én ugyan Jovanovics is Gyuri barátom is a kezdettől itt van, de én viszont csak a kezdetén voltam Magyarországon, mert 70 októberében visszitartam, tehát rám tulajdonképpen a konceptuális magyarországi művészetnek csak a eleje érvényes, illetve hát az elején én érvényeskedtem. Igen. Vagyis, hogy én csak erről a 69-70-es évek két évről tudok beszélni, illetve a konceptuális művészet előfordulásának a már világban és Magyarországon is, hát csak azt, hogy mégis mitől lett, mondom, egy tyúk meg a tojás, ez fokozati jelenség, és ugye a konceptuális művészet az a neo-avantgárdnak a utolsó befejező fázisa, hogyha így tudományosan definiáljuk a dolgot, és ez a neo-avantgárd, ez tulajdonképpen az 50-es években indult eszenciálisan Amerikából, részint a pop-art, másrészt a fluxus ágán, tehát Duchampi és Gaga bázisról, de ugyanez mondjuk ez az eléggé köztudott, amit mondok, de ezt elmondom. Ugye ugyanez Európában is megjelent, a Marconi Ifremus, ő is adott. És ez a... Ja, és mondta, hogy ennek egy abstrakt gondolata is, illetve előbukkanás a monokrom körül a Edenhár idején, amikor aztán a probléma gondolatot megkötett a minimál ár, tehát ahelyett, hogy megszűntem a sík felület és egy szín, ahelyett az ügy rögtön plastikusan váltsága meg lett oldva. Nos, hogy ezek a mozgalmak, ugye a 60-as évek közepén igen erősen megjöttek Európában, és a 60-as évek végén, 65-től kezdve egy-két ember Amerikában, de mind jelenző jelenség a világban 67-68, inkább 68-ban jelen meg az a fajta vizuális gondolkodás, amit mi konceptuális típusunknak nevezünk, ami ugye egész elterjedt odáig, hogy más sincs, mint egy szöveg, egy papíroson. Tehát mondjuk ennek a leginkább tapasztalható területe az átfoglalott Olaszországban, amit mondjuk mi, és itt kapcsolódik bele a magyar az egyetemesben, mi itt írtunk, ismertünk, én ismertem, ismerjátok ezeket a különböző követséget, könyvtárában, illetve egy-két folyóirat a Fészek könyvtárban is megtalálhatóban. De maga a meghitődőkén Ford kiállítása 69-ben, ez az Innenféle híres kiállítás 69-ben bemutatva a Brázerben, majd aztán máshoz is, vagyis ez a fajta művészeti viselkedés 69-ben lett nyilvánvaló. És itt kezdődik a magyar vonatkozás, hogy ennek a neo-avantgárd dolognak a kb. 65-től kezdve, egész pontosan 65-től kezdve találjuk meg Magyarországon az előfordulását, vagyis a konkrét és belőtti élmék a 64-es nagy Velence Biennális pop art bemutatkozás volt, amit jó pár magától Velencét nem, de már Bézsőt, Jomanis Gyuri barátom
módszerencsét együtt látni, ezt a kiállítást látta a Laknelac is, és valamiféle pompákat látott a Temesztikében is, csak egyáltalán nem értettem. Na most ebből lett egy ilyen pompák típusú magyar tévéművészet, illetve egy másik árt is megjelent, mégpedig ezt az Erdély Miki fedezte fel, ezt a másik árat. Ez két akkor 20 éves fiatal költő volt, a Altajai Gábor, nem az öreg Sándor, hanem a fiatal Gábor, aki ezt a 68-ban hozta ez diszidált, és a barát a Szentfői Tamás. Tehát volt egy flux, és volt egy pop-art aspektusa, előzménye ennek a konceptuális típusú magyar képzőművészetnek, mely ugye a magyar HDC-sel együtt a első ipartterv kiállítás történet dominált. A második ipartterv kiállítás az 69-ben történt, és ezen a kiállításon már jó magam és Szentfői Tamás barátom olyan típusú műveket állított ki, melyek megfelelően voltak ez a Harold Zimmer féle kiállításhoz, és ennek a összefüggésnek van egy elég érdekes háttere. Mégpedig az, hogy a Tamásnál a fluxus irodalmi generációt eszenciálisan költő volt, mint ahogy az erdélyi Miklós is a 60-as években. Tehát onnan volt egy fluxus viselkedés, ami hogy úgy mondjam, vizualizálódott, tehát tárgyteremtő dött. Másrészt az én oldalról ugye volt eléggé egyértelműen pop-up képzőművészet, és ennek kapcsán én a 69 elején, tehát az amerikai követségtől megszereztem egy olyan kiállításnak a katalógusát, aminek Erman Show, tehát a hanyadik Erman Show, azt már nem tudom, volt a címe, tehát ez a kiadásában is volt kiállítva, amire pontosan emlékszem, hogy a Bell könnyű elektromos műve felajánlotta az akkori jelentős pop-art generációra a technikai és tudományos műveit, ami azt jelentette, hogy a Fárströmtől kezdve a Rauschenbergig mindenki ezzel a dologgal, hogy mit lehet kiszedni az akkor éppen up-to-date tudományos dolgok oldalszereiből. Ezzel foglalkoztam igen alaposan, és egy igen lenyűgöző kiállítás volt. Tehát mondom, ennek a dokumentációs anyaga volt meg nekem, illetve hozzá járuló szöveg. Na most engem a frász megjelent a pipától, hogy ezeknek a rohadékoknak mi a baromi jogunkra. Odakint, és ettől gyűlölve elkezdtem a legelementálisabb fizikai és kémiai effektusokkal foglalkozni, hogy én is csinálok valamiféle masinát, ami mozogni tud, meg valami olyan elvet, ami tudományos, áltudományos, mindesetre ezen a területen működik. És akkor tájt csináltam én, mint a ilyen dolgaimat. Ezeket úgy hívtam, hogy itt elegánsan vonálni a modellek, mert ezeken önkerjesztő, álzárt rendszerek voltak, tehát vagy elvileg tudtak mozogni, vagy effektíven mozogtak is. És nos, nekem ezen volt a Tamásnak ez a fluxus háttere, amikor találkoztunk ebben a Zimmer-féle katalógussal, és azon röhögtünk, illetve azt kérdeztünk, hogy már megint egy dologból marhára kimaradtunk itt a felvidéken, ugye?
és hogy itt megint mások használnak. Tehát esetünkben egy abszolút egyidejűség fordult elő, amire azért nem lehet mondani, hogy mi is feltaláltuk ezt a fajta művészetet. Lévén, hogy ez akkor már, ugye 55-től kezdve találódik folyamatosan fel, tehát a dolgok hihetetlenül összefüggtek egymással, sőt, ugye többszörösen átszedésben is voltak, akkor lehet, hogy fluxus művészet eppeléget csinálni, alkalmas, mint a rasságok is csinálni eppeléget, tehát a dolgok teljes mértékben átszedik magukat, hogy a Carl André ír abszolút elsőnagyi konceptuális aforizmákat és így tovább. Nos, tehát a legeleje a dolognak ez így volt, és ettől lett ezen a 69-es iparterv kiállításon kitéve a Szentgyörgyi Tamás oldaláról, a közismert új mértékegység, a ülővíz, meg a futárok, és hát ő csinálta a futárokat, én csináltam ezt a jeges dolgot, amit a darab csomagban a Géza is, úgy nézett ki, mint a vércsomagban belőle, mert akkor a 24-én volt egy bizonyos másik iparterv kiállítása megnyitója, és ott volt a három számú Honnádé modellem, ami abból állt, hogy volt műanyag fóliából hengesztett nagy henger, amiben hidrogén volt, még a kiállítás megnyitás előtt egy nappal a Tóth Bandi barátunk öcsénél, aki az ELTE fizika szakának a nem tudom milyen gáz részlegében volt tanársegéd, és ők voltak valót. Nos, tehát maga ez a masina aztán a iparterv kiállítása nem működött, mert féltek attól különböző teljes joggal, hogy ez a hidrogén főrobban mondjuk valaki hozzáadni egy cigarettával is úgy, vagy egyéb mód, és az iparterv egy zárt tér. De a dolognak az elve az volt, hogy ez a légüm hordott magával egy megfelelő mennyiségű terhet, tehát vizet egy edényben, mely edény alján volt egy szelep, ami azt jelentette, hogy amikor a levegőben volt az egész szisztéma, akkor a víz nyomásától a szelep bezárta lukat, a szelep végén volt egy tűk, és az ozmózistól, amit vesztett a légkörön felhajtó erőtel gáz, ugye attól az lassan elkezdett lesírni, és amikor leért a földhöz, pont annyit emelkedett meg a szelep, és pont annyit is csúrgott ki, amitől ez megint fölment. Vagyis ez szépen föl lett mászkálni a masina. Hát ez úgy volt kiáltva, hogy föl volt akasztva a falra maga ez a szerencsétlen üres átlátszó dolog, és alatta lógott maga ez a cénből fény tartály, és ez a kis szelep az alján. Aztán miután ez, na most ez, hogy egy modell, egy projekt műként abszolút nem funkcionált, gondolom, hogyha nem tudom, itt azért jobbára mindenki sokkal fiatal, és amit látta volna, de akik láttam a kiállítást, azok se vették őségbe észre, hogy ez is szerepelt, olyannyira, hogy el kellett mennem haza, és korábban munkát ki kellett tenni, látványja, meg a másiknek ugye kidobták már, hogy undorító volt, hogy csúrgott belőle a vér. És a megnyitó végén, akkor még igen picike volt a Bódi Gábor, ő kiszúrta ezt, és úgyhogy el is kérte tőle, és ennél fogva most már csak újra lehetne megcsinálni ezt a szerepes szisztémát alul, mert de Bódi, hogy hova vinte, azt nem lehet tudni, de hogy ő hova került, azt igen. Szóval ez volt a 69-es év,
illetve hát az év végén a karácsony és újjövő között egy akció, egy environmentális és akció sorozatot csináltam Rennvárosban, aminek az anyaga itt lenn látható, és ami aztán a dokumentáció februárban, 70 februárjában a Bakinvével közösen készített kiállításunk katalógusában szerepel. Hát ezt még nem kommentálom különösképpen. Itt van az a bizonyos tábla, ami mellett elhelyezkedik 5 csárkány és 5 vödör, és ugye aminek az volt a szövege, máj is az, hogy itt találkozunk 5 egyforma ember, mert ami a 5 éves terv és a bolsevista ideálnak volt egy autentikus konceptuális definíció. Egy nagyon megfelelő helyen, mert a Leninvárosi pincerendszernek a központi bunkerében. Patetikusan volt elhelyezve. Aztán volt még egy másik szöveges história, az, hogy ne csináltuk háborút, ez a szöveg, ez ki lett rakva a Tiszai Ártér erdejében, ugye ez karácsony és ügyet között volt, tehát fél méteres hóba is ég a világ, senki arra nem jártott. Ott oda szépen ki lett mazolistán szögezve, ha nem is az egész erdőben, de jó pár száz fára ki lett éve egy kis figyelmeztető tábla, ilyenkor kis papíros, amilyen rá volt írva a sokszínűs szöveg. Ez is egy ilyen szervel hozzájárultunk a Békehalszhoz. Aztán februárban a Bakinvével is jártunk egy kiállítást, annak is aztán volt a anyaga eléggé ismerős. Mindenesetre én most már azon veszem magam, hogy saját munkáját mesélem el, és az teljesen felsőrös. Illetve aki ismeri, ismeri, aki nem vesse magára, vagy ha érteni járja utána. És felreglálták mindenek látod, nem akarni csinálni. Úgyhogy átadnám a Gyuginak a szót. Hát nem erről volt szó. Nem erről volt szó. Hát akkor kérem kérdéseket. Na, én most akkor kérdés. Na, ez vagy ugye, ez helyes. Én csak annyit vállaltam már, hogy kérdezem a Gyulát, hogy beszéljen a saját ügyéről. Akkor nem kell ilyen magyarázkodásba fognia, ami most az utolsó mondat volt. Utána jó ízűen mesélt a saját ügyéről, ami valamiért kimarad minden művészettörténeti leírásból. Mindenkire gondolok, furcsa módon. Talán azért, mert 70-ben elment jogszerűen, úgy értve, hogy egy csomó olyan dolgot megcsináltam, mert később a gyengébb verziói ma szétvetik a művészettörténetünket, én is így gondolom. Tehát pontosan jogos, hogy a Gyula elmondja, nevezetesen például a Bakinvével közös kiállításnak a tárgyait, ami nem olyan, mint a Haraszéval meg a nagynyugati, hogy ma is őrizzük a nagy katalógusokat, mert a kis stencilös vacak, kis csodálatos alkotást, mint a Gyula összefűzte, nagyon kevés példány maradt. Tehát szerintem, aki itt ül, hát nem tudom, hogy van-e a Andrássy Gábornak, hogy van. Van abból, hogy Gyulának ebben a fizetéből? Konkolynak, igen. Már még ez se biztos. Azért, egyáltalán semmi exhibíción is nincs abban, ha erről beszélsz. Mert egyszerűen hát el kell volna ezt ide hozni. Mert sok minden más van, ami kézbe forog. Például az elépület katalógusban még elég sok van, nekem még 20-30 utat tart. De a tiédéből, Bakinvének tiédéből csak egy van, például egyetlen egy, tehát nem tudom, tehát nekem akkor mennyi van, kell ezt tovább. Tehát egyrészt meg, én úgy készültem, hogy nem fogok, csak fölveszem a honoráriumot, de hallgatok, de lehet, hogy ez nem merül, akkor munkajogi problémáikával a Miklósnak. Így felajánlom, hogy a honoráriumot odaadom a Gyulának a kocsmára, csak hagyjatok békén, mert nem készültem, hogy nem olyan állapotban vagyok. Mert úgy tudom, hogy a Gyula ír egy nagy szöveget erről a korszakról, és szerettem volna, hogy azt olvassa fel, és én rátengedtem az időmet, mert az érdekelt volna. De ezt a szöveget nem hoz fel, nem akarja felolvasni. Talán nem is vagyunk annyian, hogy érdemes legyen, ne haragudjatok, nem azokra szólok, akik itt vannak, hanem akik nincsenek itt, tehát ez valószínű, hogy jó lesz megjelentetni, és nincs kész a szövegben, tehát mindenféle indokkal van a
vannak. Tehát mondjuk még nem most kell ezt... A szöveg nem is úgy készült, hogy itt felolvassuk. Én teljesen, hogy de most... Azt az ide megvettem, mi van ez egy jó. De erről a kvállalatban... Három hetes történet, és ez a szöveget régebb óta íródik, és egy másik szöveggel függ össze, hát ez mégis egy tízes verzió, amit nagyon keveset hallunk, épp azért, mert Gyula túl korán elment, és elég később jött vissza. Én itt ültem, én sem voltam 5 évig körülbelül, de az akkor olyan volt, amiből nem hiányzik, hogy nem volt, amit 80-tól 83-84-ig, új festészet indulása, stb. Tehát ez nekem nem hiányzik. De ebből a korból 70-ben elmenni, ő eléggé hiányzott. És különösen az hiányzik, hogy majdnem azt, hogy mondjam, aki itt van, az egyetlen vagyok, aki még élet, hát az egyetlen is itt lehetne, vagy holnap itt lesz, aki erre így pontosan emlékszik. Mégis ebbe a fogalmazásba, hogy most a Gyula mondta, holott senkivel szorosabb kapcsolatban akkor nem volt, amit a Gyula, azóta meg mondjuk a Szent Jordi, akkor, amíg élt az Erdély, majdnem, hogy ez a kör, aki ezt... Ennek ellenére még én nekem is legalábbis a nyelvi előadás verzió szerint, nem a tények szerint, mert a tényeket mind ismerem, de például szinte elfelejtettem ezt a gyönyörű effektust, hogy haza kellett rohannul az új művére. Szóval ilyenek történtek a két iparterben különben, hogy ezt tényleg nem tudjátok, hogy a Lakner a második iparterben ott állt kép nélkül, és megvárt, amíg minden a helyén van, hogy a szerint akarsz. Ezzel mi dühöntünk, mind az ő műtőnek közel volt, és tényleg megtette azt, hogy a mentőcáva elromlott, és lecserélte a képet, mert úgy érezte, hogy az az effektus van, vagy ezen nagyon kipákoltunk mondjuk, de ahogy a Gyula elmondja, hogy még ilyen esemény volt, ugye én, aki tényleg benne vagyok az iparban, és szóval majdnem elfelejtettem ezt, vagy szóval éppen azért én azt mondanám, hogy akkor most én megkérném a Gyulát, hogy mondja el tárgyból tárgyra, éppen a Bakinével közös gyártásának leírását fenomenológiailag, mert nincs itt a katalógus, és szerintem érdekes. Aztán majd kérdezem a Miklós, vagy ti, és na. Tehát ne legyen ez az, hogy most magadról beszélt. Azért hívtak ide szerintem, hogy magadról beszélj. Hát nem beszélhet mondjuk a Nádler István festészetéről. Nem azt mondom, mondjuk simán beszélt. Tehát akkor ez már... Rendben van, de szerintem nem ez a megbízás. A munkajogi reális, a honoráriumot, hogy a Tonkoly Gyűlőről beszélsz. Úgyhogy oldjuk ezt föl ezzel. Az az igazság, hogy a megtörtént események és azok interpretációit, ez egy igen érdekes jelenség, és akkor, amikor az ember, az eltekintve én nagyon korán mentem elkétségtelni, de 70 őszén még, tehát akkor mi is volt 70 őszén? 70 őszén, mint ahogy a kutyának olyan emlékezett emlék, hogy 15 évig nem volt bolygatva. Tehát nekem 70 őszéig visszamenőleg van egy viszonylag tárgyalagos a visszaemlékezés, a beszélgetések és a belefoglalkozástól független, illetve azáltal nem túl manipulált emlékezetem, ami megint csak hazugság, mert mióta hazajöttem, azóta manipulálik, de mondjuk 15 évig elég tisztán úgy van. Tehát, hogy milyen volt akkor a közeg, és hogy miképpen betű lesz másként vissza. Most nem akarnék különösebben személyeskedni, bár kénytelen vagyok. Itt van ez a valószínűleg a Gézára nézve igen rossz fényt vető, és az életükbe borzalmasan bemocskoló írása, amiben ő leírta azt, hogy mi is történt az iparterv. Az iparterv során és után. Na most ebben az írásban, hogy a Géza úgy ír minden, mint Tóthú Faktum, hogy hát akkor az kiadta a műtörténhez a parancsot arra, hogy legyen akkor egy-két dátát, olvára ő is most már a követő kiállításon, csinált néha egy-két dátát, jópofa dátát, olvára munkát, kovándusból, eféle módon írta ebbe az írásába a Géza. Holott az első iparterv kiállításnak is megvan a Ferneszky által írt kritikája, ami az részben jelent meg, a második iparternek is megvan.
És a BAK-kal közös fényesületi kiállításunkról írt cikke a Géza Ucitőnek. Azon túl pontosan emlékszem arról, hogy a Géza akkor tehát mit tört és ilyen elveket vallott. Igen, egyszerűen ő a klasszikus avantgárd koncepcióban nevelkedett. Ráadásul annak is, ha az absztrakt is nem, hogy mindmáig, hát fogalmas nincs olyan, hogy mi az adaim, de, és utána is van, tehetségtelenek tartom. És tehát ő abszolút félreértette a popártot, és fogalmasa volt arról, hogy van neo-avantgárd a világon, és az körülbelül hogy is áll fel, miközben azért Termeszi Géza volt a legművettebb művészetörténész Magyarországon. Elképesztő, micsoda szellemi nyomor volt, elképesztő, és ahhoz képest miféle álmitológia vetül vissza a 60-as évek végére, így utol. Mert mit is ír ezekről a kiállításokról a Géza? Akkor az első iparcok kiállításon, ami nyilvánvalóan a HD és a Popár, Magyarország megjelenéséről szólt, ez abszolút egyértelmű, rá kell nézni ezekre a fotókra, ugye? A Pop Art és a Hard és szó meg nem jelenik a cikkben. A Tóth Erdő akkor már nem kaligráfiákat csinált, hanem csíkokat festett, és a csíkokban bizonyos motivumokat, mindegy halat, minden lábnyom, ilyeneket tett be. A Frey Christian akkor ezeket a Twombly jellegű, és nem tasiszta, Twombly jellegű dolgokat rávitte mindenféle tárgy, cipő, próbalabára. És a próbalabára nem volt egy banális gics, mint hogy a próbalabára, mint szürreális motivum az, ugye? És amiket én akkor kezdettem, aztán égvilágban semmi külön tasizmusú, teleszkív leírt akkori cikkében, hogy nagyon dicsérőleg rólunk, hálunkról, hogy a 15 éve nyugaton létező lírai absztrakt festészetnek a magyar megjelenése. Ugye? Na most, hogy nem 15 éve, hanem legalább 25 volt már, és abszolút sem tudom hozzá. Ugyanakkor a Balkék HD-s munkájáról nagy örömmel írt, hogy végre a konstruktivista magyar avantgárd hagyomány újra megjelenik Magyarországon. Viszont már a 70-es, tehát ez 68-as cikk volt, a 70-es kiállításon, amit a Bakkönyvvel kettőt csináltunk, arról már úgy ír, tehát akkor már a kapcsolt és átvált arra, hogy korrigálja magában a Popártot. Akkor már úgy ír a kiállításomról, ami tisztán environmentális kiállítás volt, konceptuális szerelem, úgy ír, hogy ez egy ilyen külvárosi... mi a volt? Semmi, csak hogy félrejöttem, hogy ezt a vizet akarik. Ja, mert lehet ezt is csinálni, hogy így csúsztatni. Tehát egyébként, hogyha nem érdekel a téma, akkor nem beszélek róla el, és kérdezik. Na, szóval elég annyi hozzá, hogy akkor már korrigálta magának Termeszi Géza azt, hogy mi az, hogy popár. Azért nem érdekes, mert viszont már ez volt 70 februárjában, 70 nyarán megjelent nálam, mert én szerkesztettem a kiadványt, megjelent Termeszi Géza egy kis cuccal. Inkább te második katalógust értél. Ez a dokumentum címe jelent, ugye? Megjelent ilyen kis cuccal, ami effektíve hasonlított a konceptuális művészethez, hasonlított, ugye, amennyire egy műtörténésznek, akinek fingyen is róla, annak a rossz vincei voltak. Na, tehát az történt, hogy én azt mondtam, hogy ezt én nem rakom be. Egyszerűen azért már rossz. Viszont az tény, és ez bizonyított tény, hogy 70 nyarán a Termeszi Géza konceptuális természeti munkákkal foglalkozott. Ez tagadhatatlan tény. Ugye? Most az, hogy ahogy így visszavetül, egyre visszavetül a korba, egy véleményem szerint, és azt szerintem nem
egy következő időszak, tehát hogy ebben a bizonyos cikkben, a Pernesky úgy ír ebben az időszakról, hogy manipulálja ezt az eleve ördögi manipulált három térs marhaságát az acélnak, és azt írja, hogy az iparterv az egy tűrt kategória volt, de mellette voltak sokkal fontosabb csoportok, és egy csomó allúzióként megjelenik, nem pécsi, meg nem tudjuk, amik effektíven voltak 5 évvel később, de hogy ezeket így köré veszi a iparterv köré, hogy ez egy fullan gépzat a fele. És erre mondjuk a Gézán evidens, mert ő miután nyugaton nem művészetörténész, hanem művész, és Magyarországon is az érdeke, hogy minél visszahabb az iparterv, annál jobb a gépzat, hogy ezt már végtudjuk. Attól, hogy a rendlát majd kerül a képük, attól a képük nem lesz rosszabb, csak elég szar helyzetbe kerül, ugye? Na, de viszont ez jó indulatulag is megjelenik a magyar művészettörténet írásban, ez a visszafelé kencézéssel, de ilyenek, hogy már élet Pajer Gyulába a pszeudó. Ugye? 69. Mondjuk azt tudom, hogy 70 őszén lehetett ez a pszeudó, amikor én elmentem, még nem volt, de ha ilyeneket írunk le, akkor lehet azt is mondani, hogy mikor a papája a mamáját meglátta és megkívánta minket, ugye már élet a pszeudó. Ugye? Szóval ezek Na, tehát hogy van egy ilyen vissza felé menő torzítása a művészettörténet szemléletnek, ami azért meglepő, mert ez pont a konkrét és tényleges történetre gondolom kíváncsi. Ugye? És ami ebben az egészben aranyos, hogy ugye volt ez a elkiállítás, ahol a Becker jutott a Sikori csehére, tehát az egész akkori társaságot mint egy átvette, ahol az iparterv és a Cürenon csoport mint egy is. Na most én tiltul ismerem ennek az elkiállításnak az anyagát, és hát ez dokumentált anyag. Attól, hogy az elkiáltáson a Szülemen csoport szerint, attól még a Szülemen csoport úgy, ahogy van amblok, nem volt sem konceptuális természetű, sem posztmodern természetű. Tehát az az anyag, amivel 70 őszényekből szerepelnek, azt az anyagot úgy, ahogy van, mi 68-ban nem tudtuk volna bevenni, nem csak az időbeli nonsense miatt, hanem amilyen sem, mert volt posztmodern. Nem képviselte azt a szellemiséget, amiről akkor szólt. Vagyis, hogy ezt az egész dolgot én igazság szerint, mikor hazajöttem, és azóta is egyre inkább úgy vagyok vele, hogy mint viselkedés nem, szóval meg tudom érteni, tudom analizálni, csak az értelmére rá nem tudok jönni, hogy ez miért van mégis így. Miközben az ügyírta egyszerű, még mindenki cirka tiltul él, miközben a dolgok pontosan dokumentálhatók. Magyar, hogy miért van ez a furcsa misztifikációs história. Na most megemlítettem ezt a három kérdést, most a Jován kérdését teljesítem, azért nem beszélek, ugye már jó ideje arról, amire megkérdezem. Hogy ez a három ügy az acéltól, hogy micsoda egy rafinált ügy volt. Ugye az, hogy milyen volt Magyarországon 60-ban hivatalos képzőművészet, tehát a képzőművészet, vagy magyarán az, ami a társadalom számára képzőművészetként tapasztalható volt, ugye? Hát ez a 869. Mondjuk az egész 60-as évek, ez egész egyszerű, mert legalább három helyen dokumentálva megtalálható, az összes 60-as években megtörtént kiállítás név és műtár listája. Biztos. A lektorátusok megvan, a minisztérium megvan, az akadémiák is nyilván megvan, tehát ez nem, ugyanakkor megvannak a katalógusok. Na most ezek a tésügyek hogy voltak? Akik ki voltak állítva?
ezeken a kiállításokon. Azokat eltartotta a rendszer. Akik nem voltak kiállítva, azokat nem tartotta a rendszer, tehát azok tiltottak. Na most a tiltott természetesen meg volt tűrve, mert mondjuk, ha nincs megtűrve, akkor legépvelezett. Nem volt senki legépvelezett, de hát meg volt tűrve. Nem volt olyan, hogy ilyen finoman, elegánsan megvégezte volna a rendszer néni is zsebpénzzel a művészeket részét, és azok voltak a tűrtek, és azt mondja, az egész iparterv, most már nem is tudom, hogy mi történt, a szájáról hallottam, hogy az iparterv az egy tűrt kategória volt, ugye? Most ebben van egyetlen egy tényező, ami effektíve tűrt jelenség, ez a fantasztikus fenomén Lakner a 60-as években, hogy a Lakner minden kiállításon szerepel, ugyanakkor senki más. Na most ennek van egy igen egyszerű története, de nem tudom, hogy ebben érdemesen mutatni a társaságot. Ez mondjuk ezt az acélt csinálta még a 60-as évek elején akkor, és ezt a Gyuli barátom is tudja tanúsítani, hogy a 60-as évek legelején, mikor a Csernus kiment Párizsba, akkor az acél mindenre el akarta érni a Csernus éjjön vissza. Ennek az előzménye az volt, hogy a Csernus hazajött 59-ben és 58-ban, ebből a visszakaparó stílusával, amiből rögtön lett egy iskola Magyarország, amitől az acél megért, és azt hitte erről, hogy ez a nyugati, ilyen a nyugati avantgárd művészet, és az most betette a lábát Magyarországon. Egyre a Bernátorok szóltak, hogy a Csernusnak a volt mestere volt, és a Lakneréknek is, aki éppen el a végeztet, ugye a mesterük, hogy ezt valahogy állítsák. Na most a Tibornak volt akkor egy kiállítás meghívása, amivel hazajött, egy bizonyos Lambert nevű lengyel galériához Párizsba, és az acél, hogy a Csernus megjavuljon, abban operált, ugye a slánalista alapon, hogy megadta az útlevelet, ezért fogva az egész história elkezdődött, hogy a kiállítás lehet csinálni, tehát a kiállítás lehet programozva Párizsba, aztán utolsó időben visszavonta az útlevelet. Ezt csinálta le 2 évig, amíg aztán végül is azt mondta a Bernát, az acél, hogy most már engedjük ki a Tibor, na már a Csernus, amikor kiment, utána azt mondta, hogy a büdös életet vissza nem jött, igaz is volt, de az acél ebben a írtó primitív bolsevista, mi a Sztálin és ugye acélos szó. Acél ebben a személyeskedő kis polgár stílusban, ugye egy hivatalos új kapcsán 63 körül nem szégyelte Párizsba meg felkeresni a Csernus Tibort azzal, hogy ad neki egy diplomata útlevelet, ha azért. Amire ugye a Tibi azt választotta, hogy ő nem tudja, hogy azért, hogy itt üljön a zertás, azért, hogy itt üljek, még külön, hogy hazamegyek. Na most ez az acélnak borzalmasan fájt ez a Csernus eset, és hogy megmutassa, hogy igenis ez a fajta ellenzéki, undergrund, nem tudom milyen művészet, amit a Csernus művel, az Magyarországon létezhet, kiadta az ukázt, hogy a Lakner mindig ki kell, érte, ki kell állítani. Egyszer az ő lett a lámpa, attól kezdve állandóan ki volt a lámpa állítva, és na ezért mondom, hogy volt ez egy tűrtség ma a tisztiában. Tehát ez egy didaktikus kiállítás volt, tehát kommunista ellenes kiállítás. És a rendszer természetére rámutató típusú kiállítás. Volt egy kaloda szisztéma, ami 4 elemből áll, ugye a kaloda olyan volt, hogy volt 3 lúg, a fejedbe lehetett tenni meg a 2 karokat, de lehetett önként. Most az első 2-ben nem lehetett betenni, nem kellett betenni, mert az első 2-ben szöveg volt. Volt egy emlékmű szöveg, aminek a lényeg az, hogy ha egy fát az ember, amikor 40 fokban süti a nap, tehát az árnyéka megfelelő, az árnyékát ki kell ásni, addig, amíg a fa benne borul, utána meg kell fedni, és hogyha ha az ember egy év múlva visszamegy, és semmi nyoma nem marad, akkor sikerült nem lényeket állítani. Ez volt a cirka az egyik szöveg, a másik szöveg pedig a Kemény Lübi Balátunk kétszeres
második világháború és Nyilas kivégzéséről szólt, mikor is a Nyilas kétszer kivitte őket, gyerekeket a kőbányába, a téglagyába, és mire odáig ért, addigra elment a háborús főtudat, és látta a csóri gyerekeket, ezt hazamentek, de a gyerekek mit tettek, mint visszamentek, ugyanahonnan elmentek, ugye? Nos, hogy ez, hogy kétszer vitték kivégezni, és pont úgy élni, mint ez volt a másik, ilyen didaktikus tényleg, majd utána volt a só és a kenyér, ahol, amihez még mindig nem kellett belevújni a kalodába, ami ugye a híres szovjet vendég szeretetnek a jelképe, most sóval és kenyérrel fogadták az amerikai Sputnikot, mint a főmen, és mint a három napja. És a negyedikben viszont volt bor, meg pohár. És akkor oda viszont már be kellett menni a fejjel, meg a kézzel, hogy lehessen inni, és akkor kiderült, hogy nem lehet inni. Tehát a kényszer helyzetet ebben a négy háromlukú szisztémában tulajdonképpen csak az utolsó fázisban lehetett észrevenni, amikor így az ember próbált volna. Ez azért ilyen négyellenes dolog volt, mert túloldalát ott az Imre ragadt aktív képeket. És de végül is ez egy álparaván is, ilyen valódi paraván is volt egyben. Aztán volt egy nagy darab víz, kiállítva egy ilyen nagy fóliába tele vízzel, és annak abban az neve, hogy kiszolgáltatott víz. És tehát egy ilyen fragilitás ügyről szól. Aztán volt öt tükörből összeragasztott víztartály, ugye ahol a tükör foncsorozott része, tehát a tükröző része ott belül van is végtelen, kívülről meg a tükör hátulja, tehát egyszerűen egy nyitott kubus, és abban volt egy ilyen végtelenített víz benne, hát ennek nem volt kősebben sem politikai aspektusa. Tehát volt egy rabicfal, amit csináltam, annak se, ezek mind esztétikai effektusok voltak, mert aztán volt neoncsővel, műgyantával, és nem tudom, mivel, ami ott volt valami fűrészporra, ilyesmi össze. Követt dolgok, amik ilyen esztétikai jellegűek, volt egy szimmetrikus rész is, és akkor megcsináltam alul, és akkor egy üvegen fölül ugyanazt, tehát alul fölül is látszott, de ami még egy ilyen politikus ügy volt, hogy ki lehetett menni a Rákóczi út első emeleti ablakba. Tehát volt egy lépcső, az ablak mögött volt egy kis dobogó, a dobogó mögött volt egy fal, és ez a láttatott néző helyzete volt. Tehát ki lehetett, ja és az egész fölött volt egy lámpa. Tehát az ember kiült oda, akkor az utcán, a járókelő, az illető, aki kiült, tökéletesen látta. De most ez is egy azon túl, hogy az egyébként szerettek, hogy ülni a bölcsészkarra, akik jöttek. Ez ugye hogy nézzük meg, hogy mi van akkor, amikor a lehallgató is lát, mondjuk a telefonjainkat folyamatosan hallgatják a visítóan. Nos, hát ez egy ilyen típusú didaktikus, félig átlepolgárás, félig konzeptuális kiáltás volt. Na, akkor elérkeztél a kérdésre, a kerülgetőd is hátul megelőzően, hogy írd le ezt a kiállítást. Nem akarsz kérdezni tőle, hogy bárkitől? És azért elég rafináltan konceptuális mi volt, hogy állt ebben a szót, tehát a térre vonatkozólag, és nem akar mivel tégedet most ebbe bele kényszeríteni. Jó, csak
nekem úgy tűnt, mielőtt a Miklós kiment, hogy egy pillanatban, mintha akart volna tőle valamit kérdezni, és az érdekelne. Egy pillanatról egyetlen egy kérdésem sincsen, hogy feltétlen most is, hogy ezt inkább azt szeretném, hogyha tényleg te is annak ellenére csak kérdezni, akkor azt muszáj választhatsz is kérdezni, szerintem magad. Nem várom a kérdezni, nem tudom, csak még egy kérdést szerettem volna, kettőtök a szöltelvén. És elnézést, tudomásom szerint egy kötetlen meghívás olyan, ahogy én akarom, az a részemre, tehát nem vagyok köteles beszámolni, ha csak nem kérdeznek, amíg a honorárunknak visszavagyak, mondom a mikor. De engem változatlan érdekel ez, hogy tulajdonképpen nagyon őszintén a Gyulát hallgatni jöttem el, nem, szóval mert a legjobb barátom vagy az volt bizonyos korszakokban a Miklós, az Erdély Miklós, a Szentyog és a Konkoly ebből az időből ez a négyes, mégis rengeteg konfliktussal jár, és még ennek a nagy, és néha nagyon szoros barátságnak ellenére is nem unom. Tehát akkor miért mindjárt azok, akik ennyit nem hallgathatták? És ez így egybe, ugyanis meg kell, hogy mondjam, hogy kicsit kipiam ezt a programot, az a verzió, hogy Konkoly Gyula, nem tudom, hogy hozzájárul-e, akkor szakíts közbe, hogyha indiszkrécionot tartod, nyáron felkeresett engem hegymagason egy telefonnal és egy sürgősen vagy Szombathelyről jövet beállított, hogy szeretne a Szent Jogival és velem háromosban egy sürgős beszélgetés valamikor ősszel. Ebben a percben beállított a Szent Jogi, aki éppen megvette az én szőlőmet, és most a Szent Jogi szőlős gazdák, hogy tudjátok. És ezért volt ott a környéken, hogy a szőlőjét művelje. Tehát ideálisan összejött a dolog, és a Konkoly azt mondta, nem szakítasz még félbe? Hát nem tudom, mit mondtam, mert hát jó, csak hogy, mert ha nem akarod, hogy ezt elmeséljem. De viszont, jó. Mert mondom, mert Konkoly azzal jött, hogy most van 1997, ugye akkor július volt, július 23 előtt egy-két nappal, pontosan tudom, hogy július 23-án el kellett hosszú ideje utaznom. Tehát azt mondtam, most van egy óránk beszélgetni, de aztán majd szeptemberben keresnek, mikor visszajövök Magyarországra. Konkoly Gyulának az volt az ötlete, hogy csináljunk valahol egy komoly kiállító helyet szerzett. A 60-as évek vége, 70-es évek eleje a konceptuális hatása a magyar művészetre a maguk műveiből kiindulva, mint hogy hárman tanúk vagyunk, még élünk, Miklós nem él ebből az erősen jutettből, és egy csomó félremagyarázás, félreértés, holott mindenki él, kivéve azt az egy-két ember, aki például magával az iparterből sajnálatosan, ugye Frey Krisztián nemrég hunyt el, tehát az iparterv még él, Miklós sosem volt iparterves. Csináljuk ezt meg! Mire hazajöttem, ott volt a Peternák Miklós hívó, vagy levele, vagy telefonja, hogy ugyanezt csinálja. És akkor megkérdeztem a Szentőt, vagy a Konkolyt, vagy hogy akkor most ez egybeesik, hogy ezáltal kiesett-e az. De mintha ugye Gyula elvállalta ezt a meghívást előbb, mint én, mert én később voltam elérhető, valamiért mindenkinek ez aktuális lett. Tehát a Gyulába fölmerült, megkeresett engem is a Szent Jóbi. A Szent Jóbi holnap erre reagál, vagy az nem ugyanaz. Mi ott egy elég komolyan, meg mégis ezt az egy órát elég intenzíven töltöttük, mert négy szerint rég mentünk, de minket egyrészt a történelmi hűség érdekelt, ami sok mindenből kimaradt, furcsa módon, ezt a Konkoly jól mondja, hogy a történelmi hűség olyanok kommentálnak, vagy írnak le dolgokat, akikkel együtt mi is ott voltunk, és abszolút más van leírva, mint mi a résztvevők ezt megértjük. Tehát ezt illene korrigálni. De ez nem egy nagy téma, szóval hogy a történelmi hűség engem nem lenne érdekel. Vivaldi kibírta, hogy 200 évig eltűntek a kottái, kapott néha évszázadokra nem játszották, szóval ez nem nagyon érdekel. Viszont az érdekelt, amit egymásra rákényszerítettünk, kiderült, hogy mind a hárman szeretnénk végre minőségi értékelést adni a konceptművekről, illetve az akkori műalkotásokról, és erre azt kell mondjam, hogy abban legalább 80%-ban még a Miklós cikkétől is eltérnénk, tehát hogy a hangsúlyok annyira másos az értékek az én szememben, tehát a Gyula szemében és a Szent Jobbi szemében is eltérnek, arról nem beszélve, hogy mások például is a már Pernecki-féle cikkkel kapcsolatban mi van. Azt én most itt nem fejteném ki, mert nincs itt a Géza, meg írok egy cikket Pernecki paparazzo címmel. Erre válaszol, mint hogy ez sajnos már elterjedt, hogy a Gyula meg én
öhögyögünk a Pernetszki cikkén, és undorítónak tartjuk és hazugnak, de ezt én, mivel ő nincs itt, én nem, ha Gyuri ezt nem mondja, amíg a cikket meg nem írom ezzel, szóval történelmek súlyos hazugságok van benne, amit nem engedhetünk meg maguknak, ő sem engedhet meg magát, de én erre most nem térnék ki. Én most erre nem térnék ki, mert nem tértem volna ki, ha Gyuri ezt nem említi, mert nincs itt a Gélen, azt hittem itt lesz, és akkor megkapta volna, miután, de mivel leírom, hogy sokkal pontosabb lesz, és sokkal érdekesebb lesz, de én kíváncsi lennék, mert még nem tiszta a koncepció, hogy a Szent Jóvi hogy állítaná össze, én sejtem, nagyon más lenne, mint a pecikkelbe való hangsúlyok, nagyon más, mint a Gyulái, tehát ők is veszekedtek egyet, és valószínűleg, hogy én is veszekedtem. Most mi kellene? Oké, a nyár folyamán. Szeretnék, amit kollégám éve tűnik, a dolog nem tőlem. És a dolog ennél sokkal komolyabb. Jó, de az szervezeti kérdés, hogy ki meg a múzeum, nem akartam érte a múzeum nevét, mert maradjon ezért így, ez mégis csak egyszerű. Ez egy regionális nemzetközi programnak része. Ja igen, az benne érdekes, hogy Szárvány is lenne egy Bécsi. Nem véletlen, hogy... De a Miklós Tudorola is támogatja, szóval... Vannak bizonyos országunkban már ez az időszak pontosan feldolgozott. Ugye most már a volt Jugoszlávia területén, imádom most már a Szlovákiában is. Szlovénia. Most mondom, hogy a volt Jugoszlávia, tehát a három Jugoszlávia és a szlovákoknak is. Az osztrákoknak majdnem megvan, mindesetre ugye a PNL-re kijöttek ebből a pompás anyagukkal, ami 5 tonna. Ja, és hogy ez ebben a nemzetközi régióban lenne ilyen érdekes, mert a különbségek és azonosságok tulajdonképpen ettől az időtől kezdve, tehát ettől kezdve a kortárs művészeten belül tudnának valamiféle kohéziót létrehozni a paralel ostobán, paralel futó, művészeti lét, vagy művészeti életek között, ugye, amik itt, ahogy így zajlik ebben a régióban az élet, volt egy pici kis összehangoltság a lengyelek és a magyarok között a 60-as évek végén, 70-esek első felvétel a Volkswagen idején, aztán kész, és hát volt például az egészen kiváló jugoszláv avantgardizmus a 60-as évek végén, ami a legerősebb volt az egész régióban. Csak Újvidékre vitte vissza. Ugye, ilyen napért voltunk hárman, mert a 3-es felen, ha már összeszállott a napban, ott csak ott volt a 20-as év is. Hogy azért az elég érdekes. Ami az Erdély Miklós kertjében nagyon szépen tisztult, ezt nagyon szerettük, az a fényes adóterem, a Honkor Gyula Baki Breg kiállítása a 69 legrégebbi, pedig 70 legelején Nádler Istvánnal csináltuk meg a kiállítást, ahol az én ügyem ez volt a címe, hogy a kiállítóterem alaprajzát követő élet. Érdekes, ha már az acél meg a 3D szóba került, hogy és a Gyula ezt emlegette, hogy a Lakner kiállíthatott, amivel a Csernos haza akarta csábítani. Egy éri Csernosnál vacsoráztam minden csütörtökön, és nem csak, hogy az acél fölkereste, hanem az I.S. Gyulát és a Déri Tibort elküldte a Csernos Tiborhoz. Azonnal próbálta az acélt csábogatni, ez érdekes anekdóta, meg külsőbeztősen is, de ilyen. A Barmengét is. Azt nem tudom. Mint repülős hatalatét beállítottam. Azt azért a Barmengét nem tudom. Az volt, hogy ez a bizonyos tűrt vagy tiltott, hogy működött, hogy jött a hír, hogy a két ipartervő olyan kavarodást csinált a magyar művészetben, hiába zárták a 2 nap alatt, vagy 3 nap alatt. Ez a kavarodás az volt, onnan ered, hogy Dieter Kondisnevi művészetet és Nyugat-Németországból Essenből eljött, majdnem csak ez az egy jobb kofa volt, különben könnyebben asztal alá söpörhették volna ezt a kiállítást. Hivatalos vendége volt a magyar kulturális szerveknek, és
Azért, mert Nyugat-Németország felvette a diplomáciai kapcsolatokat Magyarországgal ekkor 69-70-ben, ugye a hidegháború kisenyülése, Willy Brandt, Willy Brandt felvette. Ergo elküldték ide a diplomatáikat házat választani a német követségnek, és illetből kulturális kapcsolatot is kellenek, és megbíztak egy olyan művészettörténészt, aki nagyon jól ismerte a magyar művészetet a konstruktivizmuson keresztül, mert a disszertációját, vagy doktori értékelését, nem tudom melyik egyetemen végzett volna, vagy München, vagy hol, a Bauhausról írta, és külön moholi nagy szakértő, stb. És a nagy Péri. Tehát őt küldték Magyarországra, akit elvittek a műcsarnokba az évi akkori tavaszi tárlatra, és hát szegény Péteron is rosszul lett, szóval elájult, és most hazamegy Essenbe bontva, bemegy a külügyminisztériumba, vagy a kulturális minisztériumba, és azt mondja, hogy ez embertelen, hát ez személy szerencsétlen, szociál, harcos úgyesmető, hogy nem hívhat meg senki. Na de hát őt a Gellértbe lakatják hónapok, napokig, és a Sinkovics Péter nem tudni, hogy kapcsolatba kerül vele, és a hátul a függönyön a bezárt kiállítása a Lippmannterbe belépte a Viterbon is. Viterbon is elájult, és azt mondta, hogy hányan 13, mind a 13-at a jövő évben kiállítom Bonnba, óriási felfedezés, hogy nyugaton, hogy keleten ez megvan, mind a 13 művészt. És akkor ezt megmondta a minisztériumot, meg elállítottak az emberek a minisztériumot, hogy ezek ebben az árban kiállítás, ezek börtöntől terékekül. És akkor, akkor van is azt mondta, hogy akkor nincs mese, sajnos, hogy a műcsarnokból senkit nem tud a 800 kiállított művészből meghívni. Ha ezek közül nem, illetve ha ezt mind nem kapja meg, akkor semmi. Ez egy ügyes zsarolás volt, a magyarok is bedöltek, és azt mondták, hogy hát jó, évente kettesével, és kiszámolták, hogy 13, 6 és fél év, mikor talán megúszták az előtt. És akkor is, nyilván, hogy vakik, ez volt a rendszer a kettesével, és megkap, ki meg, így utaztunk ki, mi 71 éve erre. Ezzel a vívmánnyal, mert van is már 69-ben volt itt, tehát állt az iparterv, ezzel a vívmánnyal kénytelenek voltak még egy icike-picike kiskaput itt adni, megüzették nekünk a legmegalázott dolgot, hogy a fényes adott terembe, ami nem is volt terem, hanem egy első emeleti szuterén elképesztő alakú, majdnem nem, ott állítottak ki a magyar akvarellisták ezek azok, amik a Kondor Sambó is költenek, amik a kérdezőt hívjába jártak. Szóval azért ilyen kassák is. Az volt a proli, az volt a nyomorkiállítva, bár nagyon jó hely, mert szemben a Bártya Sörözőben 2-10 volt a Korsos Söröz, az isteni volt. Pacat, azt nem szeretem, mert a Rizsos Hús 90, isteni jó hely volt. Rókus kórház ott volt, Sejhez szemben, ez minden jó volt, de azért ez nem volt ki az emelet, a házmester a táblát eltakarta, akkor emelet, ezt direkt megalázóan csinálták egyrészt a saját hivatalokat egy gyenge művészeiknek, és akkor azt mondták, hogy a fényes adott teremben ezeknek az idióta, nyugatos, dekadens idiótáknak lehet kiállításuk önköltséges alapon, ennél sértő dolog nem volt, eleve nem éltünk meg, mert műveinket nem vették, fizetni kellett a plakátot, a meghívót és a terevőrnének a fizetését arra a két hétre menni. És akkor összeültünk, az üzenet azt mondta, hogy mindegy, hogy hol, akkor is oda fog jönni mindenki. Ugyanúgy az iparterv, hogy igazuk lett. Bejelentkeztük, hogy kinek van két műve, meg koncepciója, és 69 rögtön, tehát még az iparterv 2 évében, a Gyula és az Imre így akartuk, hogy egy nagyon változatos anyaggal dolgozó, és egy nagyon tiszta képi, mert illet a teret, ahogy a Gyula utal, hogy a falon lehet a Pakimre, és akkor ő tudja használni a teret. A következő páros legyen az, hogy én a Nádler megint kiterti a képeit, és megmarad az egész tér.